A klánosok szokták jobban elnyomni. Nem mondom, hogy nem lehet nyerni Persze, belső szférással, persze. de a scoutot majdnem mindig a klánok. Reactors online. Úgyhogy számítom kell arra, hogy itt harcolunk Artival a Jakubba. Tudjátok, miért jobb a belső szféra jelenleg? Mert ugye át lett állítva ez a bolygó támadásos dolog, és a helyzet az, hogy úgy működik, hogy most mindegy, hogy mondjuk a Lion megtámadja a Davion-t, a Davion meg a Kuritát, ha te Rasalhág vagy, akkor ha a Davion Kuritát támad, akkor mehetsz a Kuritához védeni. Ha Lion támadja a Davion-t, akkor mehetsz a Davionhoz védeni. Ugyanígy a másik A másik négy belső szférásnál is, ahol lehet védeni, tudsz oda menni. Pluszba mehetsz arra a klánosra, amit ti támad, amit az... Azt értem, hogy több a csata lehetőség a felület, azt eddig aláírom. De, hogyha folyamat ruhát kell elszenvednünk, akkor abba fogjuk hagyni a CB-t, mert senki sem szeret állandó ruhát. Bárpedig ez lesz az miatt, hogy egyrészt a némi klán feltartóztatatlan szinten, mondjuk a jádesajmok. Másik az, hogy a scout miatt állandóan Artival a nyakunkban kell harcolnunk, hogy csak nem belső szférás ellen megyünk. Tehát nagyobb eséllyel lesznek a ruháink, és kisebb eséllyel fogunk bolygót szerezni, ha a belső szférások veszünk. Szerintem most ez az Arti nem osztam szoroz, hogy... Mi nem osztoroz? Az Arti nem osztam szoroz. De! Volt, hogy azzal nyertünk a csatát. Nagyon is számít. Majd meglátod, de... Hát, figyelj, nem tudom, ha target destroyed. Bemehetünk, és lehet Artink is, hogyha kikapjuk az MS-t, vagy az akármelyik izét, basszus, és akkor lesztompolnak a picsába rögtön az első körbe. Azon nyomban. Akkor aztán nem ér semmit az Arti. Nem úgy értem, ha mi kapjuk az Arti állandóan, mert az lesz. Akkor megyünk izére, scoutra folyamatosan is kész, igen, és akkor... Igen, csak erre beszéltem, hogy ez a scoutra klánosok erősebbek. Nem mondom, hogy nem lehet nyerni klánosok ellen, de nagyobb eséllyel ők fogják vinni a scoutokat, és így nekik lesz ez előny. Ez mutatja az és, gyakorlat. És Freyran, most mi a baj, hogy nekik lesz semmi, az előny? Csak pont az a lényeg, a, hogy legalább a lesz a ellenfél a scoutba is, meg a izébe is. Tész, menni kell, bemenni, és lesz csata. Mondom, baj nincs, csak felvetem a prót és a kontrát is. Tehát mérlegeljétek ezt a részét is, meg azt a részét. Nincs baj, én szívesen vagyok belső szférás is, sőt, jobb szeretem a belső szférás mekeket. Csak figyelme kell venni a fent említett dolgokat, amit felsoroltam. Hát szerintem abból induljatok ki, hogy mennyire vagytok aktívak. Tehát ti szavazzatok, akik... jobban aktív, aki akartok ebben jártam. Tehát én csak kérdeztem. Melyze nem vagy, te is az vagy. Hát velem a neked is itt a szavad. Hát elég sokat látlak téged is CV-n, úgyhogy... UAV hát activated. Jelent itt. Hát nem. Lemondok róla. The dropship is here! Stop this counter escaping! Én jelenleg négy olyan helyet tudok, ahol, amit az elmúlt... Target acquired. Egy hónapban nyomtunk. Steiner... Rasalhág, a Jaguarok meg a Sólyom. Ebből a négyből kell választani valamit, itt biztos lesz valami pofoszkodás, kész. Most két hetét voltunk itt a mezénél, klánba. Ha akkor... Rasalhág leszel, találkozol legalább három klán tömettel, a lehet, hogy négyel. Plusz, plusz még belső szféra ellen is tudsz harcolni, mert ott még az is van. Jelenleg a Rasalhág 4. Négy klána plusz 2-3 belső szféra. Tehát még 6 helyre tudsz menni. 6. Ha megnézed a izét, akkor... minden... klán elvileg csak egy bolygót tud támadni, ha jól tudom most. De nem baj, négy klánnal vagy határoshoz, négy hely. Négy hely. Figyelj, az a legjobb hely, higgyétek el. Párosság, az ott van középütt. Ott lehet szélvézni. Akárhová mehetsz. Inkább legyen, figyelj, a vanból
Abból lehet választani, nincsből nehéz választani, hát tudom, hova menni. És, vanból könnyebb választani. És mehetünk kézzé belső szféra ellen is, tehát... Így van, ezt mondom. Ez szerintem... Érted. Hát... Én oda mennék, ahol a legnagyobb kavalkád van, már pedig ott van a legnagyobb kavalkád.